egyszer megtörtént. Bármikor megismétlődhet. Tizennyolc napunk van, amíg eléri a Földet. Radart bekapcsoltam. Mindenki kapaszkodjon, döccenő következik. Kikerülő radar működik. Vigyázzon! A fenn, sűrű törmelék. Vendégünk Kis László csillagász, akivel legutóbb az űrszemét témájáról beszélgettünk, ami egy nagyon fontos, nagyon aktuális téma, viszont most az elmúlt egy percben az Armageddon című filmből láthattunk egy rövid részletet, amit szerintem a világon mindenki ismer. Sőt, a NASA egyébként használja is a vezetőképzéssel foglalkozó programjában. A lendő menedzsereknek ugye ezt meg kell nézni, és meg kell találni a hibákat. Állítólag 168 hibáig mindenki eljuthat, ki tudja. Ez a fikció, de most beszélgessünk akkor a valóságról. Jó estét! Szép jó estét kívánok! Egy hipotetikus forgatókönyv szerint 35 millió, ezt meg kell nézem, 35 millió mérföldnyire lévő aszteroida közeledik a mi világunkhoz, földünkhöz. Itt nevezzük már... ezt 50 millió kilométernek, és akkor barátok leszünk. Ez így sokkal egyszerűbb. Jó, akkor 50 millió kilométerről jön egy aszteroida, és Közép-Európában csapódik be. Ez most, ez a történet most ugye végigjárta a sajtót, tegyük helyre a dolgot. Volt egy ötnapos konferencia április végén Bécsben. A Nemzetközi Asztronautikai Akadémiának, űrhajózási akadémiának két évente van egy ilyen, hogy Planetary Defense Conference, tehát bolygóvédelmi konferencia, hát védjük már meg a bolygónkat. Na ez most idén egy online Webexen közvetített valami volt, öt napig tartott, és a résztvevő tudósok, kutatók, űrkutatók, mindenféle jött-ment ember, akik értenek a témához, azt játszották el egy ötnapos gyakorlat során, hogy a Hawaii-szigeteken egy keresőtávcső fölfedez fél évvel a majdani hipotetikus becsapódás előtt egy kis bolygót, 53 millió kilométerre, májusban, és majd október 20-a környékén közben a különböző napokon azt játszották végig, hogy mi az, amit tudunk, mit tudunk május elején, mit tudunk május végén, mit tudunk júniusban, hogy az ötödik napon, a hat nappal ezzel a becsapódás előtti október 14-i állapotot szimulálták. Tehát a lényeg, amit nekem például a legmegdöbbentő volt az egészből, hogy a hat nappal becsapódás előtti szimulált nap, a hipotetikus október 14-én került csak annyira közel a kisbolygó a Föld közelébe, hogy radarjainkkal, óriás csillagászati radarteleszkópjainkkal föl tudtuk bontani, és meg tudtuk mondani, hogy hoppá, ez fele akkora, mint korábban gondoltuk. Ugye a kisbolygók mindaddig, amíg csak egy fénypontnak látszanak, a valódi fizikai átmérők, egy hány kilométeres, hány méter átmérő, nem tudjuk, mert hogy van egy ilyen bizonytalanság, hogy nagyobb, de sötétebb, vagy kisebb, de jobb fényvisszaverő képességű, az ugyanolyan fényesnek látszik, mindaddig, amíg pontszerű. Tehát a lényeg az, hogy azt szimulálták, hogy a valóságban a jelenlegi technikáinkkal mit tudnánk erről a kisbolygóról, és kiderült, hogy bizony kiózanító, hogy még csak egy héttel a hipotetikus becsapódás előtt sem tudnánk egy kettes faktor erejéig, hogy mekkora az a test, ami hát micsoda véletlen Közép-Európába csapódott be a szimulációban. Tehát ugye Ausztria, Csehország és Németországet megfogalmazó, mint potenciális becsapódási hely, hiszen Bécs adott helyet ennek a konferenciának. A magyarul akkor még van mind fejleszteni, hogy meg tudjuk védeni magunkat. Évtizedekre vagyunk még attól, hogy ezeket tényleg meg tudjuk csinálni. Azt kell érteni, hogy bocsánat, mi egy űrhajón élünk. Ezt úgy hívják, hogy Föld. A Föld nevű bolygó vagy űrhajó
másodpercenként 30 kilométerre megy a nap körül. Azt jelenti, fordítsuk megint csak érthető szóra, számra ezt, 108 ezer kilométer per órás sebesség. Ez a 100 kilométer per órás sebességű autótól ezerszer gyorsabb. Minden, ami a föld távolságban nap körül elmegy, kering, az legalább ezzel a sebességgel megy. És ha pont szembe jön adott esetben, akkor 60 kilométer per szekundum, tehát 200 ezer kilométer per órás sebessége csapódik belénk. Tudom, hogy nem szokás szeretni a fizikát, de talán emlékszünk még rá, hogy a mozgási energia az a sebesség négyzetével arányos. Ha valami ezerszer gyorsabb, mint a Forma 1-es autó, akkor annak a mozgási energiája egy milliószor nagyobb. Ezért olyan veszélyesek azok a kis égitestek, amelyek mondjuk lehet, hogy Gellért-hegy méretűek, és van benne mit tudja hány millió tonna, de ha az jön hozzánk képes mondjuk 100 ezer kilométer per órás sebességgel, az üt. Az Közép-Európát lesöpli, hogyha adott esetben akkora méretű, és rossz időben érkezik a Földhöz. Tehát ezeknek az égitesteknek a vizsgálata mindenképpen az emberiségnek egy fontos feladata. Lásd, vesd össze dinoszauruszok sorsa. Hát ők ezzel kérdéssel nem nagyon foglalkoztak, vagy legalábbis nem jutottak el odáig, hogy képesek legyenek megvédeni az akkori Földet. Ha egy ilyen vészhelyzet előállna, akkor mit lehet arról tudni, hogy például mi lenne a mi feladatunk? Egyáltalán mit tudnánk-e róla? Vagy a hírügynökségeknek mi lenne a feladata? Csomó kérdés, ugye, amikor 6 nappal előtte tudod meg, hogy mekkora, és adott esetben nem kell mondjuk egész Európát kiüríteni, hanem bőven elég csak Ausztriát, hogy ne halljon meg, mit tudom én, 100 millió ember, Ausztriában nincs 100 millió ember, ne halljon meg 10 millió ember, hanem csak mit tudom én, az a 200 ezer, vagy az az 5 millió, aki nem hisz benne, hogy ez úgy sincs, lásd koronavírus, hiszen az sincsen. Tehát a lényeg az, ugye, szkeptikusok szerint, tehát a lényeg az, hogy nem nincsenek igazából kidolgozott protokollok, tehát a technológiánk még nagyon messze áll, viszont ugye az van egy előremutató ebben az egész média hírcsokorban, hogy a közeljövőben ugye lesznek olyan űrkísérletek, ahol a kisbolygók pályamódosítása éppen az elérendő és megvizsgálandó cél. Mert azt jól tudjuk, hogy fölrobbantani nem tudjuk ezeket a vackokat, lehet, hogy sokkal nagyobb kárt okozunk, hogyha egy nagy becsapódásból csinálunk 10 kisebbet, mert akkor Kartács tűzként lesöpri a fél földet adott esetben, hanem inkább a pályájukat kell módosítani azoknak, amelyekről majd egyszer valamikor a jövőben felfedezzük, hogy a föld felé tartanak mondjuk 50 évvel később. És ilyen kísérlet most egyébként a közeljövőben lesz is, ugye ez a DART kísérlet. Lehet tudni bármilyen olyan égitestről, aszteroidáról, ami esetleg most valamilyen szinten erre felé mozog? Tehát jelenleg olyan, amiről tudjuk biztosan, hogy be fog csapódni, nincs. Körülbelül 3-4 naponta fedeznek fel olyat, ami nagyjából a hold távolságában húz el mellettünk. Ó, ott megy! Ugye mi itt Piszkéstetőn a Csillagászat és Földrajzi Kutatóközpontnak az Obszervatóriumában, főleg Sánszki Krisztián nevét kell említenem, nagyon aktívan kutatjuk ezeket a földsúroló kisbolygókat, rendszeresen fedezzük fel őket, de jelenleg még a legveszélyesebbnek kikiáltott Apophis kisbolygó is csak annyit tud, hogy majd 29. április 13-án pénteken, 2 órakor, tehát nem, este, ilyen esti időben pont mindenkez a műsorban, akkor szabad szemmel látszó fényes csillagként olyan távolságban fog a föld mellett elhúzni, mint ahol a műholdak, a geostacionális műholdak vannak a föld fölött. Lehet, hogy egy-két az elég sodor magával. Tehát a lényeg az, hogy ez a úgymond ismert legveszélyesebb, de még ennek is a következő 150-200 évben nem lesz becsapódása. Tehát ez egy olyan terület, ahol a hipotetikusság ritkán bekövetkező, de akkor nagyon ütő eseményeknek az esélyét, ezt emiatt kell kutatni. Köszönjük szépen, hát akkor most nem kell aggódnunk, nem kell e-mailt írnunk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál nálunk.